János kérte a segítségünket, azt írja nekünk, hogy az élettársa elhagyta a pénztárcáját, Varga Istvánné néven az iratai vannak benne, Tatabányán történt mindez, a Mártirok útja 91 és a Kodálytéri Pégség pékség között. Ha valaki tehát arra felé talált egy pénztárcát, benne Varga Istvánné névre szóló iratokkal, akkor jelezze azt nekünk, telefonszámunk 310-021. És ha már ennyire jó szolgálati információkban benne vagyunk, ugye nemrég visszahívott hallgatónk, kedves hölgy, aki nagyon megvolt ijedve a kisfia miatt, nem olyan kicsi, de eltűnt két napja, nem hallott róla semmit, ugye ezt mondta nekünk telefonon keresztül, és visszahívott, hogy meglett a gyerek kint az erdőben, és leragadt az autóval se előre, se hátra, és a telefonja lemerülve, hát most gondolj bele egy szülő, ilyenkor rögtön a legrosszabbra gondol természetesen. Úgyhogy happy end lett a vége, csak hát akkor ezt mindenképpen tudatni akartuk, hogy akkor senki ne aggódjon, Szabó Tamásról van szó. Ja, és hát megvan a kulcs, csomó, behozták ide, amiről szintén szó esett. Egy zöld színű nyakba van rengeteg kulcs, de a többet nem mondunk, és ezt pedig a Tatabányai parkban, a Csunakázó tó mellett találták, ugye, és köszönjük szépen a hallgatónak, aki behozta hozzánk, és még van egy aktualitás, a Samsung okostelefon, amelyet viszont a Jubileum parkban hagytak el, ez mind a mai nap termése, nagyon komoly, és hogyha valaki megtalálta volna, akkor mindenképpen legyen kedves, mert nagyon-nagyon keresik, és már igen földön keresték, és nem találták. Na, hát akkor most foglalkozunk komolyabb dolgokkal, zenével foglalkozunk még azár regi műfajából. Érkezett hozzánk és a Komáromból Bohi jó reggelt kívánok. Jó reggel, sziasztok. Ottinak is hívhatunk, meg Sosinak, azt mondtad, hogy a barátaid így hívnak. Ez így igaz. Sosi, üdvözlünk itt téged, nagyon nagy szeretettel. elküldte hozzánk egy dalt, ami megérkezett, és megszerettük, kedveltük, úgyhogy fönt van már az adatbázisban, nem sokára meg is fogjuk hallgatni. És te viszont a regimű faját képviseled. Mióta, hogy csöppentél bele egy picit, mutatkozz be, hogy tudjunk rólad egy-két infót. A hosszú vagy a rövid verziót Mert a hosszú szerintem elfér, elfér. Bőven van műsoridőnk, úgyhogy innentől 10 óráig akkor nem zenélünk. Jó, rendben. Szóval az egész úgy kezdődött természetesen, mint általában az ilyen fiatalabb zenészeknél. Ugye megvolt az első gitár, 15 évesen, kint a parkban, lányokat szédíteni, és a többi, és a többi. Ha te nem kutya verziót nyomtál, mert a kutyával is lehet jól csajozni, hanem te igen, a igen, igen, egy igen. kisgyerekkel, csak ezt nehezebb szerezni. A, igen, 15 igen. évesen meg aztán pláne, igen. pontosan. Marad a gitár. aztán hát igen gitáron keresztül eljutottam a rockzenéig, illetve metal zenéig, úgyhogy nagyon sokáig metál, gitáros, basszusgitáros énekes voltam különböző ilyen hazai projektekben, de főleg ilyen cover dolgok, tribute dolgokat csináltunk. Aztán egy idő után rájöttem arra, hogy sajnos nálunk, nem tudom, hogy itt hogy van, de, de nálunk a rockzenével egyáltalán nem lehet labdába rúgném, pedig úgy, mindig úgy volt egy ilyen gyerekkori álmom, hogy hogy azért nagy színpadok, stb. stb. És uh, viszont a regit azt én mindig is hallgattam, és mindig is nagyon szerettem, és aztán nem is tudom, azt hiszem 2000 valamennyiben uh, elkerült hozzám egy dal uh, egy német előadótól, aki gentlemannek hívnak, de hát ő jamaikán óriási nagy sztár, és hát most már a világban is, amit úgy hívtak, hogy Leave us Alone. És ez egy nagyon, egy nagyon dinamikus, pulzáló uh, jamaikai dal volt, de nem volt ez regi még, és nem volt dancehall sem, ilyen kicsit ilyen agresszívabb zene, és akkor úgy rájöttem, hogy mondom, hú, hát akkor nekünk nem kell most hörögnünk, meg csapkodnunk, stb. ahhoz, hogy ezt ki tudjad magadból adni, ha esetleg véletlenül úgy van, és akkor elkezdtem hallgatni gentlemannek a dalait, és rájöttem, hogy ő neki rengeteg rúceregi uh, dala van, ami nagyon tetszett, mert melodikus volt, fantasztikus szövegekkel, stb. És hát ő így belevezetett engemet ebbe a regibe, és akkor elkezdtem saját dalokat írni, szerkeszteni, és hát uh, ez lett. Ez lett, mindjárt meg is hallgatjuk, amúgy tényleg elhoztad a dalt, bent van, már bekészítettük. Viszont én elgondolkodom ezen a páforduláson, ugye mondtad, hogy elkezdted a jó kis hörgőssel, aztán lett ebből egy ilyen sokkal higgadtabb. Hát miért, csajoknak nem lehet hörögni. Tehát, azért azt is vett számításba. Hát attól függ, hogy milyen pozícióban fia valaki De nem Te annyira az... nagy színpadon szokás azt Jó. általában prezentálni, bár vannak olyan események, de azokat inkább most hagyjuk szerint. Ja, Jó, hát a regi műfajt járjuk egy kicsit körben, mert ugye azért ennek megvan az az életérzése. Azt mondják, hogy a regi oké, hogy egy zenei műfaj, de ugye mögött van egy olyan fajta tömény életérzés és mondani való, amelyet ugye a zenén keresztül próbálnak eljutatni az emberhez. Ez így igaz. A reginek az a varázsa, hogy nagyon sokan, na így kezdem, nagyon sokan azt gondolják a regiről, hogy ugye arról szól, hogy napsütés, tengerpart, és a többi, és a többi, de ennek egy óriási nagy, mély mondani valója van, ugye, mint minden zene, ami nem fehér embertől származik, ugye kiindulva a történelemből, ugyanúgy, mint a bluesnál, természetesen a regiben is abból eredtek ki hogy mennyire nehéz az élet, tehát ezt vitték át egy, egy zenei mondani valóba, hogy úgy mondjam, és ez megmaradt a régiben. tehát át lehet vinni ebbe a műfajba olyan érzéseket, amiket más zsánerekben nem szabad, meg meg van határozva, ugye, hogy egy zsánerekben, bizonyos zsánerekben miről kellene és miről nem kellene énekelni, ezért a regi egy annyira univerzális műfaj, hogy akinek tényleg benne van a vérében, és tud vele dolgozni, és tud vele foglalkozni, annak óriási nagy utakat nyit meg, mert, mert uh, szóval. Hogy mondjam, egy univerzális zene, ahogy az előbb is mondtam. Szóval, bármit el tudsz mondani vele, Bármit el tudsz mondani vele. Pontosan azt is, hogy rossz a kedved, azt is, hogy szép az idő, azt is, hogy rossz a politikai helyzet, azt is, hogy sok a pénzed, azt is, hogy kevés a pénzed, uh -huh. bármit, ez a szép benne. Mennyire hatált egyébként a regizenén kívül is, úgy általánosságban téged a jamaikai kultúra? Mennyire mélyedtél el ebben? Hát én egész életemben azt éreztem, hogy szerintem az előző életemben egy két méteres rasztákkal rendelkező feka voltam, már bocsánat a kifejezésért. ja, nagyon, jó, hogy Whatsapp feka. Igen. Engemet, ez nagyon megfogott, főleg a maga a rasztafági vallás. Én ugyan nem vagyok tagja a mozgalomnak, meg ők ezt nem szeretik vallásnak. látom, talezni. hogy nem éppen azt a stílust képvisel a helyet tetején, tehát hogy ilyen apróra nyírt, nagyon apróra nyírt hajszerkezettel. Ezt tegnap borot váltam, ez most azóta megnőtt. Annyira apróra nyírt hajszerkezettel, tehát hogy így a nagyon messze, de hát ez inkább életérzés. Tehát valaki ugye külsőségben is követi, valaki pedig magában a filé, azon a vonalon halad. Mi ez a vonal? Ez a vonal végül is annyit tesz, hogy az abszolút pozitivitást kihozni magadból, és magad által másokból. Pont az a lényeg, hogy hogy mást tegyél boldoggá, mást tegyél jobb emberré azzal, hogy saját magadat tetted jobbá, ahhoz képest, hogy milyen voltál az előtt. Most ez egy kicsit csa, csavarintosnak tűnik, <híris> de most akkor lefordítom én a magam nyelvére, hogy jól értem e Tehát azzal, hogy ha másnak teszel jót, akkor tök jó lesz nekem is. Pontosan. Oké, okay, Ez az most az pont pont a... Pont ezt csinálod a csajokkal, nem pont ezt csinálod. <híris> <Megmondottam híris> Kiderülni <a> legbelül <problem híris> te is azt <híris> a pári vagy, csak nem tudtál róla. Mindig igaz voltam. Eszembe jutottam úgy egy film meg Takács Tamásról is eszembe jutott, aki közölte, hogy legenda vagyok. Van egy ilyen című film, hogy legenda vagyok. Ugye Igen. Will Smith szerepel benne, és ő hallgatta például Bob máli dalait. Pontosan. És én zseniális dolog csendültek fel benne, és ő el is mondta, hogy ennek a java zanzá van, kettő mondatban, hogy nem akarta a világot megváltani, csak egy picit jobbá tenni. És azzal, Igen. hogy jobbá teszed, akkor már megmozdultál annak irányába, hogy a saját lelki békéd is jó legyen. Pontosan hú, tehát akkor ez tényleg egy mély hitvallás. És akkor ennek van egy egyfajta zenei megszólalása. Mi a zenei megszólalása? ennek a zenei megszólalása elsőként a roots regi. Na most tudni kell, hogy a reginek több zsánere, szubzsánere van. A, a, kezdetekben volt a ska, ez a gyors tempó, ugrálós, ilyen hop chip chip chip. hop chip chip Akkor nagyon sokan vannak fönt ráadásul ezt Sosi, igen. műfaj, Hop chip chip. Hop a ska magyarul hop chip chip chip. Igen. Szóval, Igen. de nagyon vidám műfaj egyébként már a ská is. Igen, pontosan. aztán ebből később lett egy kicsit lassabb verzió, ez a Rocksteady. Aztán azt még jobban lelassították, mert ebből lett a regi, és azon belül a rúceregi fog, a foglalkozik a vallási témákkal. Tehát a regi általánosságban azzal foglalkozik, hogy ugye szép az idő, meg meleg a tenger, és a többi és a Rúdszeregi foglalkozik ezekkel a mélyebb motivumokkal. Hát, hogy benne is van a nevében a gyökerek. Igen, szárnál, a gyökerek, a pontosan. Aztán természetesen ebből később lett még a, a dub. A dub zene az a rúdszeregi a még lelassítottabb verziója, ez már ilyen nagyon elvont, nagyon efektezett, echózott, eh, delayezett eh, zene. És aztán még ebből lett még, hát nem ebből, de még, még egyaránt egy még lett még a dancehall, ami meg viszont ez a diszkó mozgalom jamaikán. Ez, ennek van egy jellegzetes ritmusa. Ez a, amúgy a Wendy Sunlight Go Down, ez félig meddig dancehall, de uh -huh. ebbe van ez a tipikus dancehall ritmus. De a, ugye a harmadik verze után van egy, vagyis hát a harmadik verze elméletileg egy kis regi motivummal is kezdődik, tehát ezt ettől azért nem akartunk eltekinteni. Alapjában véve a regi énekes vagyok, én a dancehall nem nagyon szoktam csinálni. Yeah. Igen, nem akarom pelét folytani, azt látom ki. Nem, mert, mert várjál, mert felvetődött bennem egy kérdés, hogy, hogy ezt így látjuk rajta, Sosi, hogy tényleg teljesen őszintén, hitelesen tök jól át, át tudod adni, de itt vajon Közép-Európában, ahol azért valljuk be azt szokták mondani, hogy sírva vigad a magyar, mm. ugye, mennyire vagyunk mi fogékonyak ugyan erre, erre a mentalitásra, meg erre az egész zenei kultúrára? Hát ö, most, jogos, most, jogos, most, nem akarok, most nem akarok olyat mondani, amivel bárkit is megsértenék, de ha többet játszana a rádió a rúcseregi dalokat, akkor biztos, hogy több ember Értjük a célzást. <laughs> <laughs> Abszolút értjük a célzást, úgyhogy köszi, hogy itt volt, nem maradj még. Maradj, <laughs> maradj még, innen folytatjuk a beszélgetést. Otto pedig itt velünk, akit Superior néven lehet, és illik is keresni most már akár a megosztó, megosztó portálokon, vagy ettél. Apropó, rögtön neked szegezem a kérdést, hogyha valaki úgy gondolja, hogy most szuperior nevével kicsit masszívabban meg akar ismerkedni meg a zenét, de akkor hol lehet téged elérni? A javar Soundcloud-on, uh -huh. talán az a leg... Tehát az a, a zene YouTube-ja. <laughs> szóval mondani igen, hogy a legtöbbet ott osztják meg. Igen. Viszont mondtad, elsérted, hogy ezért te például a Regi is részt vettél. Igen. Tehát, hogy keresed azért a lehetőségeidet. Abszolút, természetesen. Az idei év nagyon jó volt számomra, nagyon sok nagy dolog összejött, tehát említettük ugye a Regi kempet ott sikerült játszanom egy nagyon jó... Uh, német, de magyar eredetű sound system a sound szót majd el, vagy kifejezést majd azért elmondom, uh, továbbá mangorájzal a nagyszínpadon, utána egy ridim a nagyszínpadon a ridimet is elmondom majd, hogy mi, és a többi. Um, Szigeten sikerült játszanom két éjszakát, ennek nagyon-nagyon örültem, ez óriási nagy megtiszteltetés. A legutoljára, amikor jártam a szigeten, még kis is voltam, ott csápoltam a korn előtt, és soha nem is gondoltam volna, hogy, hogy, hogy egyszer visszamegyek úgy, mint, mint, előadó. Aztán most lesz még, ugye, ma kezdődik nálunk Pozsonyban az Uprising Rege Fesztivál, ez Közép-Európa legnagyobb regi fesztiválja. Uh, ott lépek fel nagy színpadon, úgyhogy ez a év ez nagyon jó számomra, mert ezek, ezek természetesen hatalmas dolgok, amikről gyerekkoromban csak álmodoztam, és most végre valóra vált. Ugye bár északkomáromi vagy, tehát hogy nyithatsz nyilván ugye, a magyar piac felé, meg a szlovák piac felé, gondolom, hogy nem nagyon szeretnél különbséget tenni, tehát hogy jönnél erre is, arra is. Jó, sejtem? Az lenne a legjobb, hogyha mehetnék fölle, jobbra, balra. De igen, de igen. Te, tehát abszolút nem teszek különbséget természetesen. Én, nekem az a lényeg, hogy tudjam osztani a az észt és a szeretetet. Az észt és a szegetet. Miben lehet mondjuk unikumot alkotni, tehát olyan fajta egyediséget ebben a zenében például? Ja, azt tudjuk, hogy nyilván ezen műfajnak a nyelve is leginkább az angol, Igen. meg olyan nyelven kaptuk meg tőled a dalokat is, de most mi lenne, ha például elgondolkodnál egy szlovák, vagy mondjuk egy magyar nyelvű, vagy mindkét nyelvű verzión? Én nálam amúgy tervben van egy olyan dal, uh -huh. amiben ugye egy standard dal, ugye három verze, és akkor egy, mit tudom, egy négy referén, vagy három referén egy olyan dalt tervezek írni, amiben az első verze például szlovák, a második magyar, és a harmadik angol. Az kevés. Na abban aztán minden van. E, igen, 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 mert hát végül is így a legjobb, meg, tehát megmutatkozni. Mert ugye a szlovák, szlovák, dalt, ha írnék, azt nem tudom itt nagyon bemutatni, mert még ha jó is, akkor is kevesen értik a magyar dalt, okay. írok, azzal nehéz megmutatkozni nálunk. Az angol dalokkal ugye könnyebb megismertetni tehát könnyebb meg, ö, ismertetni magad, csak az a baj, hogy angolul meg viszont túl sokan énekelnek, úgyhogy az, azzal azért nehezebb. Világos, ugye azt mondtad, hogy egy-két eseményen túl vagy, meg fesztiválokon, meg azért volt lehetőséged. Mi lesz a következő lépés? Ugye most eljutott hozzánk ez a dal, fogjuk is hallgatni, aki szereti a regit, nyugodtan kérheti ezek után a kívánság műsorban. De hogy most van-e ötlet a fejedben, hogy most ezután, hogyha mondjuk a szlovák nagy fesztivál is lement, akkor mi lesz a terv? Hát a terv az annyi, hogy folytatjuk a nagylemezem a harmadik. tehát a második nadlemezem, de a harmadik lemezem ö, munkálatait. Ugyanis volt egy első egy nagylemez, aztán egy EP, egy három dalos uh -huh. kislemez, és most csináljuk a második nadlemezt. Ez Budapesten van ö, elkészítve, hogy úgy mondjam, Budapesten és Prágában két nagyon jó producerrel ö, dolgozom együtt. Úgyhogy ha befejeztem, akkor kell egy két hét pihi. <laughs> virágos, és azt aztán folytatjuk a lemezt amit majd jövőre remélem sikerül kidobni hát akkor ezt nagyon nagy szeretettel várjuk reméljük hát hogy így. egy példányt mindenféleképpen kapunk belőle és hasonlóan jó kis muzsikákkal fogod azt is telepakolni aztán akkor minél többet tudunk mi is játszani majd belőlük nagyon remélem Hát köszönjük szépen, hogy jöttél, és bízom benne, hogy hamarosan akkor újból. Én bohan. is nagyon szépen köszönöm, igazi megtiszteltetés volt itt lenni veletek. Mi köszönjük tehát, hogy érkeztél, nagyon jó kis hangulatot okoztál mind a dallal, mind pedig a beszélgetéssel. És Bohi Lottóval beszéltünk, tehát Észak Komáromi regi énekes, akit ezek után nyugodt szívvel lehet és illik is keresni különböző portálokon, a zene után Superior névvel. Jó, és akár nálunk is megtalálható ez a dal a kívánság műsorban, innentől kezdve kérhető is.